Üdvözlöm Önöket, Lantos Mihály vagyok, tanulásmódszertani tréner. Kedvenc kiadóm a Bioenergetik felkérésére most a Lépés című fogok felolvasni egy részletet. Miért fontos a jó tanulási módszer? Jogos a kérdés. A dédapám 1868-ban született egy alföldi kis faluban egy dohánykertész fiaként. Már gyermekkorában is sokat dolgozott, hiszen szorgalmas paraszt emberek voltak, de azért a kislantos Ferenc járt iskolába. Elvégzett négy elemit. A négy elemi osztályban megtanult írni, olvasni és számolni. A szakmát, vagyis a dohánykertészet csinyát minnyát pedig az apjától, vagyis az én ükapámtól tanulta meg. Ez a tudás neki épp elegendő volt ahhoz, hogy boldogan élje le az életét, mert az a világ, amelyben élt, nem egy félelmetes, ismeretlen közeg volt, hanem jól ismert hely. Boldogan élt, mert nem csak használta a világot, hanem értette is. Annyit, amennyire szüksége volt. Ugorjunk nagyjából 150 évet, vagyis a mai korba. Gondold el, mennyi ismeretre van szükséged ahhoz, hogy az életedet legalább alapszinten képes legyél élni. Hogy ne hajj jéhen, de ne is üssön el az autó, eljuss a távoli ponton lévő iskolába, tud kezelni a mobiltelefonodat, meg tud szerelni az elromlott szerkentyűdet, tud keresni az interneten, stb. A dédapán világához képest milliószor több ismeretre van szükséged, hiszen a technikai, szellemi és erkölcsi fejlődés az elmúlt évtizedekben olyan mértékű növekedésen esett át, hogyha a néhai Lantos Ferenc megjelenne itt, azt hinné, hogy egy másik univerzumba csöppent. Az ő tanulási stratégiája, ha volt egyáltalán olyan, ami annak nevezhető, csupán annyi volt, hogy a megtanulni kívánt anyagokat sokszor elismételték, és ezáltal begyakorolták. A mai tanulási igények esetében ez a stratégia nem elegendő, hiszen nincs idő arra, hogy mindent csak az ismétlésen keresztül tanulj meg. Ugyanakkor az emberi elme nem változott semmit az utóbbi 150 évben, vagyis a dédapámnak ugyanolyan agya volt, mint most bármelyikünknek. Az ő világában, kis túlzással, egy mai nyolc általános végzett ember tudása egy egyetemi professzori szintnek felelt volna meg. Könnyű tehát belátni, hogy az elménk fantasztikus dolgokra képes. Kihasználtsága valószínűleg a mai tudásunkkal megtömve is csak töredéke a benne rejlő lehetőségeknek, de ezeket kihasználni csak akkor tudjuk, hogyha jól használjuk. Elménk minden képzeletet felülmúlóan szuper számítógép, de ha a 150 évvel ezelőtti elavult programot futtatjuk rajta, mit sem ér manapság. A megoldás tehát az, hogy úgy használjuk az elménket, ahogyan valójában működik, ahogyan képes működni. Ha frissítjük ezt a programot, nem csak többet tudunk tanulni, hanem könnyebben és élvezetesebben is tesszük. Ennek az eredménye pedig talán a legfontosabb a 21. században. Gondolkodó, saját életét bátran és biztosan irányító lényekké válhatunk, akik ezen keresztül az emberiség javát szolgálják, folyton folyvást.